Számos sikerdarab várja majd az idei évadban a Nyíregyházi Móricz Színház közönségét. A padlás, az alul semmi, a királybeszéde, az aranylakodalom, a pánik, vagy férfiak az idegösszeomlás szélén, és a Jázd újra szem című előadás is szerepel többek között a repertoáron. Az évadnyitó társulati ülésen kírják Robert, a színház igazgatója, beszámolt a nyári eredményekről, elmondta, a Rózsakert szabadtéri színpad látogatottsága a tavalyi évhez képest 57%-kal nőtt, a 12 saját és 7 vendégszervezésű produkcióra összesen több mint 15 ezer néző volt kíváncsi. A nyár további részében a családokat a Rózsakert szabadtéri moziba négy gyerekfilmre invitálták a foci EB három közvetítésén pedig további több száz néző szurkolt meccsenként a magyar válogatottnak. A nemrég zárult Vidor is sikeres volt. Az összművészeti programsorozattal azok számára is biztosították a felhőtlen szórakozás lehetőségét, akik egyébként nem tudnának eljutni hasonló produkciókra abszolút elégedett vagyok a szabadtéri nyárral is és a Vidor Fesztivállal is. Nézőszámban, látogatottságban, nézői visszajelzésekben abszolút pozitívum jutott vissza csak hozzám, tehát nem tudom, hogy fogjuk ezt felülmúlni a következő években. A színház számos bérletet kínál a közönségnek. Váltható nagy színpadi, kamara és kombinált is. A teátrum gondolt a fiatalokra, őket általános és középiskolás előadásokra várják majd. A legkisebbek olyan meséket láthattak, mint a Bogyó és Babóca, vagy az Óz a nagyvarázsló. A kamaraszínpadon már a 15 ot is átléptük a, a, növekedést illetően. Itt egy új házat is el kellett indítani, ez közel 100 nézőt, 100 bérletes jelent pluszban. A nagy színpadon szintén jelentős, jelenleg 8%-os az emelkedés, ami egy 200 nézőt jelent. De mivel még a bérletezésből egy viszonylag hosszabb időszak várható, én nagyon bízom benne, hogy a nagy színpadon is a 10%-os emelkedést el fogjuk érni. A próbák már zajlanak a teátrumban. A 2024-25-ös évad első nagy színpadi bemutatója, Gémes Antos rendezésében, az ország legsikeresebb meseműzikelje, a padlás lesz. Az előadás október 19-től látható majd felnőtt, középiskolai, ifjúsági és gyermekbérletben is.